Arany Jánost határaikon belül és kívül minden magyar ismeri, ki jobban, ki kevésbé szereti, ami azt is bizonyítja, hogy egyik legnagyobb magyar költőről van szó. Abból a birodalomból, amit ő ural, én kiemelek egy apróságot, látszólag apróság, de irodalomtörténeti jelentősége van. Nevezetesen Madács és Arany irodalmi szövetsége. Madács elküldte Arany Jánosnak az ember tragédiáját, Arany János először beleolvasott, aztán bedobta az asztalfiókba, nem tetszett neki. Utána elővette, és akkor szenvedéllyel végigolvasta, és fölkínálta a segítségét Madácsnak, hogyha megengedi, akkor ő belejavít. Ez meg is történt, a 4000 valahány sorban van 5000 valahány aranyjavítás. Arany első levele Madácshoz, hogy tisztelt hazafi, az ember tragédiája úgy koncepcióban, mint kompozícióban igen jeles mű. Csak itt-ott a verselésben találok némi nehézkességet. Ön erősebben gondol, mint képzel, ezért erősebb a kigondolás, mint a költői kifejezés. Ha óhajtásom kegyed akaratával találkoznék, akkor sorról sorra kijelölném azokat a helyeket, ahol változtatni és gondolni célszerűnek. Fogadja üdvözletemet Alsó Sztregóva, 1861. szeptember 19. Arany János. Arany János volt a leggazdagabb szókincsű költő, szavakat is talált ki. Tehát kell egy kis ihlet, kell egy kis odakoncentrálás, nem szép ez a szó, de akkor Arany az a mának is tud szólni. Most aranyév van, most az emberekhez közelebb kerül arany, és én magam is bevallom, hogy nagyon, hát eléggé távol voltam tőle, de néhány versét el kellett mondanom, ahhoz, hogy jól mondjam el és értsem világosan, 8-10-szer el kellett olvasnom, és ahogy olvastam a Vojtina arcpoetikáját, vagy az őszert, egyszer csak elkezdtek ezek igazán élni, és nagyon maiak voltak, csak hozzá kell szokni a gondolathoz. Szóval azon túl, hogy irodalmi értéke van Madács és Arany János kapcsolatának, nekem azért van közel a szívemhez ez a téma, mert a tragédiát kétszer rendeztem, egyszer játszottam Lucifert, és mindkettőjük nagyon közel állnak a szívemhez, Arany is, Madács is. Most kiemelek néhány szignifikáns változtatást, amit Arany javasolt. Már az elején azt írja Madács, hogy dicsőség a magasban Istenemnek. Istenem nagyon személyes, mondja Arany, erőteti a hangot, és a mérték miatt látszik betoldva lenni. Javaslom, dicsőség a magasban Istenünknek. Vagy be van fejezve a nagymű, igen, azt írja Madács, és úgy összevág minden, hogy azt hiszem évmilliókig szépen elforog. Azt mondja az Arany, be van fejezve a nagymű, igen, a gép forog, az alkotó pihen. Évmilliókig eljárt tengelyén, míg egy kerékfogát újítni kell. Vagy az Éva fölkiált, hogy Madácsnál, milyen édes, milyen szép az élet. Aranyjavaslata, én így kiáltatnám fel Évát. Élni, élni, mi édes, mi szép.